Immár megújulva várja a szabadvizek kedvelőit a tiszalöki strand. A vízhőmérséklet már most sem mondható hidegnek, de azoknak is lehetőségük van a pihenésre meglehetősen kényelmes és kulturált körülmények között, akik egyelőre a parton maradnának. Vízpartrendezés, korszerű világítás, új vízi járművek, akadálymentesítés. A tiszalöki strand nem utolsó sorban rendkívül család és gyermekbarát szolgáltatásokat vonultat fel. Mi itt konkrétan Tiszalökön egy 232 milliós fejlesztést valósítottunk meg, akkor is az elsők között, úgyhogy már több éve mi ezt megvalósítottuk és használjuk, az előnyeit élvezzük, a Holtágon történtek fejlesztések, illetve itt a Tiszai Szabad Strandon, vagy Szabad Vízű Strandon pontosabban, és nagyon örülünk, a vendégek is nagyon örülnek, ez a sátor is, ahol most vagyunk ebben a majdnem nyári időben, ez is annak a fejlesztésnek a része, de nagyon sok eszközbeszerzés történt, vízpartrendezés, megújuló energiaforrásokkal, úgymond a közvilágítás kiépítése, és a Holtágon is például rokkant horgászhelyek kialakítása, ott is kandeláberek, amelyek napelemesek. Úgyhogy rengeteg dolog, már majdnem nem is tudom felidézni, vízi járművek nagyon sok, és ezt már még egyszer mondom, mi régen élvezzük, de voltak olyan pályázók, akik a közelmúltban fejezték be ezt az előző fejlesztési ciklust. A tiszai turizmus fellendítése egy igen fontos turisztikai kezdeményezés. Erről beszélt Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője. Azt mondta, hogy Észak-Kelet-Magyarország egyre népszerűbb a turisták körében. Igazolja ezt az is, hogy Nyíregyháza és Tokaj immáron 3 éve kiemelt turisztikai övezet. A belföldi turizmusnak véleményem szerint van jövője, és ehhez fejlesztésekre van szükség. Itt a Tisza ölelésében, Tiszadobtól Ibrányig, és a Nyíri mezőség az a Szabolcsig tart. Gyakorlatilag az első program volt az, még az előző topos pályázatból, amelyet Tiszalök megvalósított a strand fejlesztésével. Egy több mint 200 milliós program, nagyon jól sikerült itt a Holtág árnyékában, ha szabad így fogalmazni, és ez a strand egyre több látogatót vonz, ami azt jelenti, hogy komoly turisztikai attrakció. De mellette fejlődik a Nyíri mezőségben Tiszadob, az Andrássy kastélyt éppen most a volt gyermekotthon részét felújítják, reméljük, hogy nem sokára látogatható lesz. Tiszadadán szabadstrandfejlesztés volt, Rakamazon szabadstrandfejlesztés volt, Gávavencsellőn a Schwabligetet fejlesztettük, és nemrég a Megyen napon, május 20-án adtuk át a Tomori Kúriát Szabolcson, amely szintén a Nyíri mezőség turisztikai fejlesztések programja. A kerékpárutak és a strandok, szálláshelyek fejlesztése nem csak az aktív turizmus virágzását segítik elő, hanem újabb és újabb munkahelyeket is teremtenek.